voltak mindenütt. 15. alkalommal volt Traktorfesztivál Uromhegyesen. Rekordszámú, mintegy 200 traktoros részvételével zajlott az esemény. Már akkor a reggeli órákban traktorzúgástól voltak hangosak Uromhegyes utcái, ugyanis felvonulással vette kezdetét a rendezvény. Idősebbnek számító traktor is, amely egyébként az ekaakasztás versenyszámban előkelő helyezést ért el, felvette a versenyt fiatalabb társaival. Ez még a csehszlovák gyártmány, ugye, mert akkor mi Csehszlovákia volt, 57-es kiadás, tehát 66 éves, 4 hengeres kompresszor van rajta, tehát akkor már légfék volt. Abba az időben ez egy korszerűbb traktornak lett mondva, hát a mai akkor hát az más. Foglalkozik a mezőgazdasággal, illetve hanyadik alkalommal vesz részt ezen a rendezvényen? Hát ezen 9. alkalommal, tehát a 4. fogva folyamatosan minden évben részt veszek, meg be is nevezek valamire mindig. Mezőgazdasággal foglalkozik esetleg? Milyen évet tudhat maga mögött? Hát csak ilyen szántó, ilyen növények vannak, gondolom ipari növényekkel, nem nagyon, kis búza, kukorica. A traktorok számos versenyszámban bizonyították erejüket, a sofőrök pedig tudásukat. Mindegyik ezt szoktam csinálni, már van első, második, harmadik is helyezésem. És milyen versenyszámok vannak? Van eszközkapcsolás, tovatás, betonhúzás, súlyhúzás, meg ilyen sok minden. És melyik megy számodra a legjobban? Elég jó mind. A temerini Hugyik József csupán 2 újított fel egy traktort, amellyel sorra nyeri az oldtimer kiállításokat. A mostani rendezvényt sem hagyhatta ki, a közel 10 000 eurót felemésztő újjávarázsolt traktorával. Van egy ez a kis traktorom, ez oldtimer, meg ide jelentkezek be csak szépségversenyre, más semmire nem. Ha már oldtimer, akkor hogyan tudja karbantartani, mennyi időt vesz igénybe, és mi az, amit pontosan tudhatunk erről a traktorról? Hát ezt a traktort a vejemtől kaptam, ez egy nagyon rossz állapotban volt, és sok pénzbe került, hogy így nézzen ki. Mindent meg. Gondolom most ez úgy néz ki, mint egy új traktor. A motortól kezdve minden egy újjá felújítottuk.
és érkeztek olyan résztvevők is, akik gyermekkoruktól kezdve mezőgazdasággal foglalkoznak, és visszatérő résztvevőik a fesztiválnak. Mi juhállományunk van, 400 darab anyagjuhunk van, és már a nagy tatám is ezzel foglalkozott, és azóta én is szeretem csinálni kiskorom óta. Megfigyelhető, hogy egyre több újabb traktor van, de te egy decens darabbal érkeztél. Mit lehet tudni a te traktorodról? Hány éves, mit tud? Ez egy 1996-os kiadású, 1920-as és 93 lovas traktor. Nagyon megbízható traktor, nagyon szeressük. Figyelem, hogy hogy fejlődik a mezőgazdaságunk, mert itt meglátszik a... hogy ahogy haladnak a földművesek előre a gépeikkel, meg a versenyt megnézzük. És ha már azt mondja, hogy figyeli, hogy hogyan fejlődik a mezőgazdaság, akkor mi az, amit az elmúlt évek során észrevett? Hát a gépesítésük, azok a régi, valamikor a birtokoktól vásárolt rossz traktorok, amikor már leírták, azt vették meg szegények, és most már rendes gépekkel dolgozhatnak. Traktort általában férfiak vezetnek, de nem mindig. Egyre inkább találkozni női sofőrökkel. A magyar kanizsai Bata Dorottyán nemét meg az utoló módon vette ki részét a versenyzésből. A látványos traktoros sárfürdőzésben kimondottan remekelt. Én most másodszorra vagyok itt kint. Tavaly volt az első, amikor kijöttem. Hát gyerekkorom óta foglalkozok ezzel. Állattenyésztéssel foglalkozunk otthon, de én mellette fogászaton dolgozok. Tehát én nekem így két munkahelyem van, hogyha ezt így lehet mondani. Az az egyik, és ez pedig a másik. Hát a traktorok való szeretet az már kiskorom óta. Nagyon-nagyon szeretem őket, és most már egyre jobban segítek, és hajtom is őket. Úgyhogy édesapámmal is, és a barátommal is, mert ketten csináljuk a gazdaságot. Hát majd kiderül, hogy meddig fogjuk tudni csinálni. A gazdák közötti eszmecsere természetesen az idei mezőgazdasági évről is szólt. Sokkal több csapadékunk volt, mint másik éve, de én éppen így sokszor elgondolkozok, hogy sok mindent ugye megviccel bennünket ez a mezőgazdaság. Elképzelhető, hogy ráfúr majd ez a meleg, ha rájön hirtelen, hiába van sok csapadék, megfőhet a terményünk. Úgyhogy ez a Jézuskán múlik, ez a mi szakmánk. Nem csak versenyzők jöttek a fesztiválra, volt, aki csak nézelődött, hiszen rendezvény mindenki számára érdekes lehet. Ez érdekes, hát minden, hát a traktora, minden, hát hogy működik, hát ez... És önt nőként ez érdekli? Igen, hát mi érdekelne, hajtsuk a traktort is, hát ha megyünk dolgozni, szalmát, szénát hordunk, akkor... Férfi, nő, hajt a férfi pakol. Mióta foglalkoznak mezőgazdasággal, és mennyire nehéz munkának számít? Hát ha egy kicsit nehéz munka. Hát már egy 15 éve körül. Nehéz, nem könnyű, biztosan. Így könnyű nézni, de csinálni nem könnyű. Eddig soha nem látott mennyiségű kiállító és résztvevő volt az eseményen, mondták a szervezők. Vajdaság, a mezőgazdasággal dolgoznak a gazdák, fő tevékenységek mondható, akár itt a faluban, Oromhegyesen is, egyedüli szinte az embereknek a megéletés, ami biztosító munkáját itt, amit tudnak, helyek hiányában sokan itt a földműveléssel foglalkoznak. Az elmúlt években pályázatoknak köszönhetően sikerült sok gazdának új traktorokat beszerezni, gondolok itt a prosperitáti támogatásokra is. Amint lássák, nagyon sok traktor megérkezett itt már korán reggel, már 8 órakor, és még mindig jönnek a traktorok. Ezt elmondhatom, ilyen még eddig még nem fordult elő, hogy ennyi traktor jegyen. Mi szervezőként ettől nagyobb öröm nem lehet egy szervezőnek, amikor évről évre, tehát hihetetlen, hogy ennyien itt vannak, eljönnek. Szerintem meg leszünk a 200, az államhatára 200. Az eseményen a legfiatalabbakat légvár, rodeózás, arcfestés és sok más gyermekprogram is várta. A felnőttek pedig kedvükre költhettek a kirakodó vásáron.